Régi hagyomány, hogy a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör tagjai augusztus 20-án együtt ünnepelnek a Szent István házban. Idén sem volt ez másként, az új kenyér megszegését követően a szintén már hagyományos Horváth Károly Esperes díjat adták át, ezúttal dr. Tóth Gyulának. Mindig jól éreztem magam, ez a mai nap is így volt. Ezt a két ütletést én nem akarom értékelni, ez nem az én tisztem, de nagyon megtisztelés, megható, hogy ezt a kitüntetést megkaptam. Gyurkovics János, a társaskör világi elnöke azt mondta, örül, hogy a rendezvényeiken rengetegen jelennek meg minden alkalommal. Nincsenek viszont ők sem könnyű helyzetben, mert a tagjaik között alig vannak fiatalok. Ahogy a generációváltások zajlanak, történnek, a fiataloknak a bevonása már ebbe a jellegű működésbe már nagyon-nagyon nehéz, szinte elképzelhetetlen. Globalizálódott a világ, gyakorlatilag a hagyományápolás egyre jobban háttérbe szorul. Az augusztus 20-ai program közös ebéddel, majd beszélgetéssel zárult.